Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mézjelentés január, erről fogunk beszélgetni, bár már február van. Méh plusz ész egyenlő méhész, és ezért, hogy ezt a mézjelentést megtárgyaljuk, vendégem Nyerges József megyei szaktanácsadó, tisztelettel köszöntelek. A rövid hírünk pedig az, hogy rendkívüli támogatást kapott az Európai Parlament Vidékfejlesztés és Mezőgazdasági Bizottságában Erdős Norbert, magyar-európai parlamenti képviselő mézjelentése. No, de miért volt szükség erre a jelentésre? Azt hiszem, hogy az mindennél fontosabb, hogy leginkább megemlítsük még a beszélgetésünk elején, hogy bár Magyarország méz nagy hatalom Európában, azért vannak bajok, de leginkább azzal, hogy az import kínai méz mintegy 20%-a, mondhatjuk így csendben, bizonyítottan hamisítás. Hát látszik, hogy az unión belül a méhészeknek nagy a problémájuk, azért is került sor erre a mézjelentésre. Az uniós néppárt évente két témát javasolhat közmeghallgatásra. Az idén az egyik, pontosabban tavaly az egyik a méz volt. Tudni kell, hogy a unión belül a megtermelt méz az uniós mézfogyasztásnak csak a 60%-át fedezi, 40%-át importból kell fedezni. Azok az országok, így Magyarország is, amelyik méz többletet termel, így elméletileg az unión belül jól tudná értékesíteni ezt a megtermelt mézet. Sajnos ez nem így van. Azok az országok, akik a belső fogyasztáson túl többletet termelnek, ilyen például Magyarország, Spanyolország, Bulgária, Románia, Horvátország, ők ezt a megtermelt hordós mézet, ezt ugyanazokkal a feltételekkel kell versenyeztetni, amit például harmadik országból érkező mézek képviselnek. Tudni kell, hogy az unión belül szigorú előírások vannak az élelmiszer előállításra, szigorú előírások vannak a növényvédelemre, és magára azokra az eszközökre is, amivel élelmiszert termelünk. Ezek azért többletköltséget jelentenek a méhészeknek, és ugye mivel magasabb áron tudnak termelni, a sokkal olcsóbb harmadik országbeli mézekkel kell versenyezni. Tehát ha azt nézzük, hogy mitől hamis egy méz, tehát egyik oldalról ugye ott van a növényvédőszerek nem megfelelő használata, a másik oldalról pedig hát nyilván, ha nem az, ami, akkor milyen technológia teszi lehetővé, hogy olyan mézek kerülhessenek be a piacra, ami nem az. Tehát ez a baj, hogy vásárlóként ezt nehezen tudjuk elképzelni. Igen, az egyik probléma az is, és ugye jeleztük mi ezen a közmeghallgatáson, hogy azok az uniós fogyasztók, akik szeretnének unión belül megtermelt, ugye jó minőség és ugye nyomon követhető mézet fogyasztani, azok nem tudják eldönteni, ugye az üvegen levő címke után, hogy az a méz, ami az üvegben van, honnan származik. Olyan kitételek vannak rajta, hogy unión belül és unión kívüli mézek keveréke. Ez gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy a Földön valahol termett ez a méz, tehát nem a Marson, nem a Holdon, tehát ez nagyon-nagyon tág megfogalmazás. Általában az a probléma, hogy az uniós határra érkező mézek, azok már nem is igazán nevezhetők méznek, hisz a megtermelt országban, lásd, akár Kínáról is beszélhetünk, az ottani méz problémákat, akár ugye évekkel ezelőtt Kína klóranferikollal szennyezett mézet állított elő, és unió be is zárta a kaput ezek előtt, a mézek előtt. Ugye rájöttek, hogy ezt a mézet, ha ultraszűrik, egy gyantás technológiával kiveszik belőle ezeket a oda nem való dolgokat, akkor egy édes töltő mézként, vagy anyagként bekerülhet az unióba, és ehhez már csak egy kis mennyiségű, jó minőségű méz kell, ami hozzáadva a polcoknak, tehát a polcokra kerülhet üvegbe. Mi a teendő? Hát ez a közmeghallgatás erről szólt, hogy megkongassuk a vészharangot, mert tudni kell, hogy olcsó mézet lehet a világból beszerezni, hogy idézőjelbe téve ezt a mézet, de megporzást nem. Ugye azért a méhek azok, akik gyakorlatilag lassan a megporzást jelentik a világon, őnekik van gazdájuk. Azok a méhek, azok a beporzók, amiknek nincs
az egyik kollégám így szokta mondani, nincs szakszervezete, azok gyakorlatilag kipusztulnak. Jelen egy jó példa Amerika. Amerikában 10 évvel ezelőtt még 14,5 millió mély család volt. Megváltoztak az olcsó import miatt megváltoztak a jövedelem termelőképességei a méhészetnek. Mindenki abba hagyta a méhészetet, és az a 14,5 millió mély családból már csak alig 4 millió mély család van Amerikában. A beporzással már is gondok voltak, hisz tudjuk, igen, hogy... Igen, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, csak hogy a közönség is értse, a beporzás az egyik legfontosabb dolog. Így van. Tehát nem önmagában a mézről beszélünk itt, sokkal inkább tulajdonképpen az egész mezőgazdaságunkról. Igen, tehát a méheknek csak egy része az a megtermelt méz, ami javat jelent, és ez mondjuk unió szinten 14 milliárd euró fölötti értéket képvisel, de tudni kell, hogy a növények 84%-a, az élelmiszert adó növényeknek a 67%-a rovarbeporzású. A méhészkörökben ismert az a videó, ahol a méhek helyett már emberek kis tollakkal virágport visznek a bibére, tehát a méhek már nem élnek meg azon a környéken, azon a tájon, és kénytelenek voltak az emberek beporozni a körtefákat. No, és akkor itt térjünk vissza Amerikára, hiszen ez ugye, egy jellegzetes igen, példa. Tehát Amerikában is ugye a szabad piacon olcsóbban vásárolták a mézet, megvették Argentínából, megvették Kínából, megvették onnan, ahonnan olcsóbban lehetett beszerezni, és a vége az lett, hogy mivel nem tudtak a méhészek jövedelmet termelni, abba hagyták a méhészkedést, és most már annak a kevés méh családnak nem is az a haszna, hogy mézet termel, az már másodlagos dolog, hanem komoly pénzekért mennek a gazdáknak megporzást végezni. Nos, mi még nem tartunk itt nyilvánvaló, de viszont ez a kialakult vita, és hála Istennek konszenzus született, jószerűvel a mézjelentés valamennyi pontját elfogadták a képviselők, viszont most lesz még a szavazás február 28-án, és március 1-én pedig nyilvánosságra kerül. Mi várható? Hát először is láttuk már a meghallgatásnál is, hogy nagyon sok képviselő ott volt, nagyon sok ország képviseltette magát, tehát pártállástól függetlenül ugye érdekelte az embereket a méhészetnek a jövője. Látszik, hogy ugye ez a 11 oldalas mézjelentéshez nagyon sokan hozzászóltak, vagy 500 módosító indítvány érkezett hozzá, és egy kivétellel meg is szavazták. Összefésülik ezeket a módosító kérelmeket, és reméljük, hogy megszavazzák, amiben ugye a jövedelmez, tehát a címkézés, kértük, hogy a címkézés, tehát fő dolgoknak kell megfelelni, vagy szeretnénk, hogyha megfelelne ez a mézjelentés, és reméljük, hogy utána olyan rendeletek, jogszabályok születnek, amik a mézjelentésbe levő kéréseket megtámogatják, tehát mindenképp a címkézés megváltoztatása, a jövedelem termelő képességnek a növekedése, a gyantaszűrt mézeknek, mivel azért a gyantaszűrést ki lehet már mutatni, a visszaszorítás, a kitiltása, a mézhamisítás visszaszorítása, van egy uniós kezdeményezés, a szlovének mézes reggeli néven egy olyan kezdeményezést indítottak el, amit már negyedik éve ugye Magyarországon is van, november vége felé az iskolákba, óvodákba a méhészek mézet visznek, kóstoltatnak, és a mézekről tartanak előadást. Ennek a megtámogatása, hogy a belső fogyasztást, az országok belső fogyasztását növeljék, és ezen kívül a növényvédelmi munkák során az olyan növényvédelmi szereket, elsősorban a peszticideket, neonikotinoidokat és a glifozátnak a visszaszorítását érjék el az unión belül. Nos, ezt köszönöm szépen, és hívjunk fel a figyelmet arra, hiszen Székesfehérvár arról is híres, hogy immáron a 23-án és 24-én lesz, immáron 30. alkalommal a Fejér megyei Méhészek Egyesületének országos méhész találkozója. Hát a 30. alkalommal rendezzük a Székesfehérvári
országos pénztalálkozót és vásárt, és első alkalommal rendezzük meg az első Székesfehérvári Mézfesztivált. Ugye mondtam, hogy szeretnénk a mézfogyasztást növelni országon belül is, hisz hogyha ugye Nyugat-Európában 2,5 kiló, 2,7 kiló környékén van az egyfőre első mézfogyasztás. Magyarországon a megtermelt mézet, hogyha országon belül elfogyasztjuk, akkor egy mindenki jól jár. Ugye a fogyasztók is jól járnak, meg egy jó minőségű mézet kapnak is, a méhészek is jól járnak, hisz a megtermelt mézet el tudják adni. És ennek a szellemében egy mézfesztivált fogunk rendezni 23-án. Reméljük nagyon jó lesz. A mézkirálynő itt fog lenni. A mézlovagok, ugye 17 mézlovagrend van már az országon belül, Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban képviseltetni fogják magukat, egy felvonulás lesz a főutcán. A polgármester úr védnökségével, a spányi püspök úrnak a részvételével mézet osztogatunk, mézet kóstoltatunk, szentmisén veszünk részt, és mindenképp a méz értékét, a méznek a különlegességét fogjuk mi növelni ezzel a felvonulással és a mézlovagok jelenlétével. Természetesen mi pedig beszámolunk erről az eseményről, hiszen ez esztendőről esztendőre így van, bár a Mézfesztivál ez új, azt hiszem, hogy kiváló rendezvény lesz. Most pedig köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Kedves nézőink, most pedig folytatjuk még mézzel, hiszen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület jóvoltából 3 nagyszerű film is készült, hogy mi minden történik a méh családok környékén, és azt hiszem, remek filmekből most az elsővel ismerkedjünk meg. Földünk élettel átszőtt rétege változatos tájakkal rendelkezik. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy ilyen vége láthatatlan vidéket csak a nagy földrajzi erők képesek formálni. Pedig apró teremtmények közös erővel olykor nagy dolgokat vihetnek véghez. A méz és az ember kapcsolata bizonyíthatóan legalább a kőkorig nyúlik vissza. Magát a mézet medvecsaléteknek is használták. Ekkoriban azonban nem történt tudatos méztermelés. Mintegy 9000 évvel ezelőtt háziasította az ember a méheket, otthont adott nekik a mesterséges kaptárakban. Az első szervezett mézelvétel nyomait a mai Törökország területén találták meg. A méhektől nem csak mézet, hanem a világításhoz szükséges viaszt is kapott az ember. A 17. századtól kezdve azonban jóval kevesebb mézre és méhviaszra volt szükség. Új anyagok jelentek meg, mint az olaj és a parafin. Ezeket hatékonyabban tudták felhasználni a világításhoz. Az egyre nagyobb mértéket öltő cukorfinomítás teljesen átalakította az édesipart, a méz felhasználása háttérbe szorult. Korunk egészségtudatos táplálkozási szokásaiban azonban ismét egyre nagyobb teret hódít a mézfogyasztás. Édes, zamatos, aranyszínben pompázik. Ráadásul teljesen természetes. Sokáig az emberiség egyetlen édesítőszere volt. Elődeink számára a méhek nélkül kevésbé lett volna édes az élet. Rengeteg munka áll amögött, hogy ez a csupor méz most itt álljon az asztalon. Hajnal van. A reggeli harmat már kezd felszáradni, és a hőmérséklet is emelkedik. Ez a nap sem lesz más, mint a tegnapi vagy a holnapi. Kezdődik a mai mézkészítés is. A látótávolság percről percre növekszik. A várakozó állás számukra egyet jelent.
Amint elérik az első napsugarak a kaptárt, indulhat a gyűjtögető munka. A méhek képesek akár 5 kilométerre is eltávolodni a kaptártól. A nap állásából tájékozódnak, így nem tévesztik el az irányt, könnyen hazatalálnak. A nyár előre haladtával csak úgy roskadoznak a virágporban gazdag mezők. Néha csupán néhány másodpercet töltenek egy virágon, és szállnak is tovább a következőre. Ezzel elvégzik a beporzást. A virágpor egy finom, könnyű anyag. A méhek a virágra való rászálláskor az egész testüket be tudják borítani vele. Ezt utána összegyűjtik és a hátsó lábukra tapasztják, hogy könnyebben szállíthatóvá váljon. A szipókájukkal kiszívják a virágból a nektárt, amelyet a mézgyomorban tárolnak el. Már itt, a gyűjtögetés során elkezdődik a mézkészítés. Egy kilogramm méz előállításához 20 000-szer kell fordulni a kaptár és a gyűjtőhely között. Ez elképzelhetetlenül nagy munka lenne egyetlen méz számára. Egy méh családból egyszerre akár több ezren is úton lehetnek. A munkát magas fokon és jól szervezetten megosztják egymás közt. Egy méh csak annyi virágport és nektárt gyűjt, amennyivel még haza bír repülni a kaptárig. A bejáratnál kapuőrök fogadják az érkezőket. Itt ellenőrzik, hogy a gyűjtőméh ehhez a családhoz tartozik-e, és ha igen, hozott-e magával virágport és nektárt. Az előbb még a terepen dolgozó méh most újra az otthonában van, a kaptárban. Az akár 70 000 méhet is számláló méh családban nagy a jövésmenés, de semmi nem történik ok nélkül. Mindenki tudja a feladatát. Káosznak nyoma sincs. A nemrég visszatért méh a magas víztartalmú nektárt a hatszögletű lépsejtekbe töltve raktározza el. A gyűjtő innentől átadja a feladatot a mézérlelő munkásoknak. A nektárcseppek többszöri felszívása és leadása során különböző enzimek kerülnek a feldolgozás alatt álló anyagba. A szárnyukkal keltett légáramlattal elpárologtatják a felesleges vizet, ezáltal a nektár sűrűbbé és tartósabbá válik. Így lesz belőle méz. Az érlelési folyamat akkor tekinthető késznek, ha a víztartalom 18% alá csökken és a méhsejteket lefedik viaszréteggel. Ez a beérlelt állapotú méz már készen áll arra, hogy az ember elvegye. A méhek a mézet saját maguk ellátására termelik. Ebből táplálkoznak a tél folyamán. Az ember olykor elveszi tőlük, de ez nem jelenti azt, hogy éhen halnának. A szakemberek tudják, hogy mikor jön el az idő a méz elvételére. A tökéletes időzítésen múlik minden. A méhész a megfelelő védelmet biztosító öltözékben felnyitja a kaptárt. A viasszal és propolisszal összeragasztott kereteket szét kell választani, hogy a kaptárból könnyebben kivehetőek legyenek. Óvatosan lerázzák és lesöprik a szorgoskodó méheket a lépről. Vigyáznak rá, hogy a lehető legkevesebb méh sérüljön meg. A füstölőben természetes anyagok égnek. Ez a leghumánusabb módja annak, hogy a méheket megnyugtassuk. A füst hatása néhány percig tart, ám ennyi pont elég. A méhészek a kereteket a kerethordozó ládába helyezik és elszállítják a helyszínről. A feldolgozás távolabb történik a kaptáraktól. A fedelező villa egy fésűre emlékeztető eszköz. Ezzel eltávolítják a viaszfedeleket, amelyekkel korábban a méhek lezárták az elkészült mézet. Azonban ez sem veszik kárba. A méhviasz például gyertyák készítéséhez kiválóan alkalmas. A fedelezés után szemtől szemben találja magát a méhész a mézzel. Most már csak valahogyan el kell távolítani azt a lépsejtjeiből.
A régi időkben, amikor még méhasokat használtak, a méh családot elpusztították, a lépeket kitördösték és kipréselték belőle a mézet. Ez azonban nem volt gazdaságos. Most már a lép megsértése nélkül egyszerűen kipergetik a mézet a keretekből. A pergető úgy működik, mint egy centrifuga. Nagy sebességgel forog, így kicsapódik a méz a keretekből a pergető dobjának falára. Egy idő után az aljára folyik és összegyűlik. A hagyományos kézi pergetőket ma már felváltották az elektromos meghajtású gépek. Egyszerre akár 30-40 keretet is ki tud pergetni vele a méhész. Ami pedig végeredményben az eszköz alján a csapon át távozik, nem más, mint az egészséges, frissen pergetett méz. A méhek államalkotó rovarok. Szerveződésüket a Föld legfejlettebb társadalmának is tartják. Egy méh családban csak egy királynő lakik, ő irányítja az egész családot. Akár 3 évet is élhet. A herék által megtermékenyített petéket kizárólag ő rakhatja. A herék a hím méhek. Belőlük alig néhány száz él a kolóniában. Jelenlétük csupán a szaporodáshoz szükséges. Ha már nincs szükség tovább a szolgálatukra, egyszerűen kiűzik őket a kaptárból. A dolgozók a méh család legnagyobb számú tagjai. Nőneműek. Valamivel több mint 40 napig élnek, és a legtöbb munka rájuk hárul. Ők alkotják a kaptár több mint 99,5%-át. Egy kaptárban naponta akár 1500 méh is kibújhat a sejtekből, és körülbelül ugyanennyi el is pusztulhat. Az újszülött méhek könnyen kirágják magukat a sejtekből. A kibújást követően azonnal munkába is állnak. Nem tanítják meg őket az idősebbek semmire, ösztönösen teszik a dolgukat. A méhek világában nincsenek lázadások vagy munkasztrájkok. Mindenki elfogadja a kijelölt feladatát. Tévhit, hogy a dolgozók ugyanazt a munkát űzik egész életükön át. A születést követően még egy jó ideig nem hagyják el a kaptárt. Első napjaikban a sejtek takarításával foglalkoznak. Ezután a lárvák etetése a feladatuk. Ahogy telik az idő, egyre magasabb pozíciót töltenek be. 14 napos korukban már virágport dolgoznak fel és nektárt érlelnek. A lépet is a fiatal dolgozók építik. Legelőször függőleges viaszfalakat építenek. Később erre kerülnek szabályos rendben a hatszögletű formára igazított sejtek. Ezeket bölcsőnek, lakószobának és éléskamrának egyaránt használják. Később a dolgozók őrtevékenységet tölthetnek be. Ellenőrizhetik a beérkező méheket, távol tarthatják a betolakodókat, például a darazsakat. A dolgozók karrierjének csúcsa 21 napos korukban jön el, ugyanis már részt vehetnek a kaptáron kívüli munkákban. Ekkor már életük felénél járnak, és még legalább 3 hétig élni fognak. A kipergetett méz óriási hordókban érkezik a kitöltő üzemekbe, ahol egyszerre akár több 100 kilogrammot is fel tudnak dolgozni. Hermetikusan lezárt körülmények között 45 Celsius fokos hőmérsékleten történik a kezelés. A folyamat legalább 24 órát vesz igénybe. Ez megtisztítja a mézet a természetes szennyeződésektől. Az átszivattyúzást követően megkezdődik a kimérés. A gépek gramra pontosan ugyanannyi mézet töltenek minden egyes üvegbe. Nem történhet emberi tévesztés az adagokat illetően. A leragasztott zárjegy garancia a megbízható, ellenőrzött forrásra. A kimérést követően felpakolják a rendezett üvegeket a szállítóautóra, és már indul is a szállítmány a kijelölt boltokba, piacokra. A helyi méz vásárlásával a vevő a közvetlen környezetének biztosít munkát és megélhetést. A méz természetes eredetű élelmiszer. Nem szabványosítható, mint egyes mesterséges termékek. Szinte minden tájon más és más lesz az íze. Egy sütemény receptjében lévő cukor
sok esetben teljes mértékben kiváltható mézzel, amivel még egyedibb ízvilágot lehet adni a készülő édességnek. A megvásárolt mézet érdemes egy éven belül felhasználni, mivel utána csökkenhet az illóanyagok mennyisége. A méz azonban sosem romlik meg, akár a több ezer éves leletek is nyugodtan elfogyaszthatók. Ahogy elkezdenek sárgulni a levelek, az utolsó növények virágzása is alább hagy. Vége a nyárnak. Beköszönt az ősz. A hideg időszakban a méhek behúzódnak a kaptárba, és szorosan egymás mellett elhelyezkedve vészelik át a kedvezőtlen körülményeket. Várják a tavaszt, hogy a jó idő beköszöntével folytathassák szorgalmas gyűjtőmunkájukat. A legfontosabb közvetítő szerepet töltik be a növények között. Formálják és alakítják a természetet. Ő általuk ilyen változatos a világunk. Ez a körforgás évmilliók óta szüntelen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a másik két filmet is látjuk majd a közeljövőben, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!